Licsek, szevasztok, kacok, üc, csajok, azt mondja, hogy ebbe a videóba Isten igazából azt teszem fel, hogy nekem a motoron hol vannak úgymond a kameráknak a felfogatási helyei, mert ugye motoros túrázók csoportban felmerült a téma, meg párszor a kérdés, hogy ki hova meg és miképpen helyezze el a kamerát, hogy az jó legyen. Hát ugye ezt mindenki alanyi jogon maga dönti el, hogy mit használ. És igazából nekem van itt a plexim, hogyha látjátok, egy ilyen sima tapadó korongos akármi, ilyen kereszttel, itt szokott lenni az egyik kamerám. Nem fogok bevágni most külön videót arról, hogy ő hogyan rögzít. Olcsó kamerám van, tehát nem drága kamerám. Van itt ugye a tükrön, tehát végülis a csatornámon meg lehet nézni a videókban, hogy hol, melyik helyen, milyen videót rögzít. De itt van nekem a sisakon, zárrészen felfogatva, ugye így lehet látni, hogy a látószögben nem igazán lóg bele, tehát nem zavar, azt mondja, azon kívül van nekem itt egy pont, és azt mondja, azon kívül van nekem ott egy pont, meg ezen kívül még is van egy, és Isten igazából az a nagy helyzet, hogy öt már régóta nem használtuk, öt alkalmanként. Isten igazából a sisakkamerát szoktam használni, ezt a helyet és ezt. A tükröt azt úgy nagyon nem, mert nem a gyári tükör van rajta és ez így berezonál. Úgy maga a plexi is berezonál, de azt még úgy Isten igazából kiszedi a kamerának a rezgés csillapítása, ami van benne szoftver. Azt mondja, ugye persze van a lehetőség, nekem ugye nincsen mellheveder, nekem ilyen mágneses talpam van, amit végül is bárhol föl tudnék tenni, meg annak van egy jelen darabja, amit ugye a ruhán belülre tennék akkor úgy ott. Az is egy kicsikét tud mozogni, hogyha nem annyira feszülős a ruha, tehát az se annyira oké, ha meg fönt van a tanktáska, akkor meg nem egészen használható. Úgyhogy ennyi. Egyébként van olyan, aki ide teszi fel a rögzítő talpat, mert hogy itt van olyan hely, ahol fel tudja ragasztani. Amúgy egy jó tipp, szanitér szilikonnal benyomod a talpat, mint itt is látod, az nagyon vagányú frankon meg fogja fogni, biztos, hogy nem fogod elhagyni. És teljesen mindegy, hogy most felteszik-e rendesen vagy sem a dolog, megfelelő mennyiséget alányomod, pusztat, amit kinyomod, letörölöd, lehet, hogy nem annyira esztétikus, de biztos, hogy stabil, és nem hagyod el a kamerát. Ja, igen, és elfeledkeztem valamiről. Ugye, van ez a keretünk. És ugye kapunk egy ilyen csipeszt. Mint így rohadtul sokan nem tudják, hogy hova tegyenek meg nyitét. És én igazából ezt így ide teszed. Na mindjárt, egy pillanat. Azt mondja, hogy ezt így ide teszed rá. De pattintod bele. Várjuk, teszem a kamerát, még ezt belepattintom, mert ez egy képezet kíván. Így. És akkor Isten igazából megspóroltál magadnak egy mellhevedert, mert ezt így felcsipteted valahova a kabátodra. Úgyhogy én most nem a kabátomra fogom felcsiptetni, hanem mondjuk így ide a csizmámra. És akkor ez így teljesen tök stabilan ott marad, és nem fogod elhagyni. És akkor nem kell külön venned mellhevedert. Ezt általában a legolcsóbb kamerákhoz is adják a dobozban a tartalékokkal együtt. Na, még ennyi lett volna, amire kiegészítettem volna az előbb videót.